Sziasztok! Ismét kaptunk egy adag levelet, amit most fel fogunk olvasni, kibontunk, megnézzük, hogy miket küldtetek. Akkor kezdjük az első levél, ami egyben egy rajzi. Ferike küldte ezt nekünk. Köszönjük neked, Ferike. Igen, köszönjük. Hát vannak kérdések is, azokat felolvasom. Kevin, van autó? Nincsen autóm még, sajátom nincsen, igazából játékautóim azok voltak, amikor kicsi voltam, de saját autóm még nincsen, de majd remélhetőleg lesz hamarosan. Bob, te jártál zeneiskolába? Hát nem jártam zeneiskolába és most se járok. Én nem vagyok olyan zenés gyerek. Kevin, ha lenne egy 10 forintod, mit csinálnál? Hát 10 forintom azért az szerencsére van. Gyűjtögetném, amíg össze nem gyűjt belőle minél több pénzt. Bob, tudsz gitáron játszani? Hát igen, tudok. De csak legókkal tudsz rajta játszani. És akkor ezt kaptam. Itt egy cap, igen, egy cap pólóról egy rajz, hogy kapott valószínűleg akkor Ferike egy capos pólót magának, és így írja, hogy nagy rajongunk, úgyhogy köszönjük szépen. Köszönjük. Itt van, most megmutatom még közelebbről is. A következő levelet Powershield küldte nekünk, úgyhogy olvassuk fel először a levelét. Kedves szakmanók! Megnéztem az eddigi összes videótokat és nagyon tetszik, amit csináltok. Nekem is van egy csatornám, amit kb. 3 hete kezdtem el csinálgatni. Ha érdekel, HD Proversé néven megtaláljátok. Most egy kis reklám. Ha lehet, elküldenétek az aláírásotokat? Nem muszáj mindenki, csak legalább egy legyen rajta. Egyébként bocsi, hogy én is CAFF logót küldtem, de nem jutott eszembe más. Szerintem kéne egy olyan versenyt csinálni, hogy kiküldi a legszebb CAFF logót, mert biztos, hogy mindenki azt fog csinálni. Sziasztok, HD Povers! Köszönjük a leveledet és a rajzot is, amit küldtél, a CAFF logót. Aranyos lett, tetszik. És hát, hogy csinálunk ilyen CAFF logós versenyt, hát nem tudjuk, meglátjuk, majd lehet, hogy egyszer lesz ilyen, de egyelőre most videós versenyünk lesz majd. Hogy logóverseny lesz, az majd kiderül. De köszönjük szépen a leveledet, és örülünk, hogy nézel és tetszenek a videók. Kaptunk még 2 levelet, de sajnos a rajzokat lehet összekevertünk. Igen, mert már korábban kaptuk ezeket a leveleket, és hát nem bírtuk ki, kibontottuk előre, és keveredtek a rajzok, szóval nem emlékszünk annyira, hogy melyiket kitől kaptuk, de megmutatjuk mindkettőt, és akkor aki küldte, azt tudni fogja. Hát ez egy névtelen levél, de felolvasom. Kedves staff! Ti vagytok kedvenc videósaim, és gratulálni szeretnék a 12 ezer feliratkozóhoz, amit persze teljesen nyugosan megértenek. Egy kis rajzot csináltam, de egyébként nem tudom rajzolni. Csak így tovább, hajrá! Köszönjük szépen! És hát ez lenne az a rajz elvileg, amit te küldtél nekünk, vagy pedig ez a kicsi rajz, és hozzá ez a CAFF fejléc, úgymond a csatornánk fejléce, de szerintünk inkább ezt a nagy logót küldtette, és ezt a párosítást pedig Millitől kaptuk, akinek szintén volt egy levele is a rajzok mellett, úgyhogy köszönjük neked is a rajzokat, vagy ezt, vagy azt, Milli. És itt a leveled, sziasztok, remélem olvashatóan írok, igen, el tudtam olvasni eddig. Szeretnék kérni tőletek egy aláírást arra a papírra, ami a válasz borítékban van. Amúgy meg gratulálok a 10 000 feliratkozóhoz, és ha van kedvetek velem Skype-on, akkor itt a nevem, ezt itt nem olvassuk be most, hogy mások ne tudják meg, de köszönjük szépen. Amúgy tervezzük, hogy csinálom majd egy ilyen CAFF-os Skype-ot, ahol nézőkkel fogunk beszélgetni, úgyhogy azon majd szerintünk lesz lehetőségünk veled beszélni, Milla. Ezen kívül köszönjük a jó kívánságokat, a rajzokat, bár mondom nem vagyok benne biztos, de szerintem ezeket küldted, én úgy emlékszek, vagy pedig azt a másik logót. És a válaszborítékban meg majd igyekszünk küldeni neked aláírást, meg tudjuk nagyon megkésett az egész, mert a videót, tehát folyamatosan vártuk a leveleket és azért készült ilyen sokára ez a videó, mert például itt is olvasható, hogy 10 000 feliratkozónál kaptuk igazából, azóta meg már 15 000 van, szóval kicsit későn tudtuk kibontani, de most érkezett meg annyi levél, amennyi elég volt egy videóhoz. Illetve még szeretnék bemutatni nektek egy rajzot, amit az OVS fesztiválon kaptuk. Szonyától kaptuk igazából, a tesója adta oda nekünk. Tetszik nekünk ez a rajz, van rajta egy no-cappos McDonald's-os pohár, egy növény, egy ló, illetve pár cafrész meg a logó egy kicsit másképpen. Most már van egy hivatalos cím, ahol küldhettek nekünk leveleket, csomagokat, amiket szeretnétek, ez pedig nem más, mint a Budapest, Klauzál utca 30, az irányítószám 1072, és azt kell ráírni a borítékra, hogy Special Effects Media CAFF. Ide írom, és ezen kívül a leírásban is benne lesz ez a cím, szóval ha szeretnétek küldeni valamit, akkor oda küldjétek, és mi majd átveszünk, és ilyen videóban mi bemutatjuk őket. És sok rajzot kapunk így a Facebook oldalunkon is, azokról is most így bevágjuk a videó végére.